Üdvözlöm, rabbi úr! Már is kezdjük a Tóra elejével, a Brésittel. Mit kell tudnunk a Brésittről? Bereshit heti szakasz az első az 5776-ban olvasandó szidrák közül, amiről mi most beszélni fogunk. A Vilnai Gaon azt mondta, hogy a világon nincs olyan dolog, amire ne lenne utalás Bereshit heti szakaszában. Úgyhogy ha ő így gondolta, akkor ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos heti szakasz, és én egy gondolatot emelnék ki ebből a sok gondolatból, illetve utalási lehetőségből. Idéznék is egy mondatot a heti szakaszból. A következőképpen hangzik. Azt mondja az örökkévaló, parancsba adja az embernek, mikor ecchagán a holtohel, umi ecchadát tovará lo tohel mimenu. A fának, illetve kertnek minden fájáról ehetsz, de a jó és a rossz tudásának a fájáról nem ehetsz. Így szól a parancs, amit az első emberpár kap, Ádám és Éva, és hát utána ebből lesz egy aprócska rontás. Hogy mi a rontásnak az alapja? Még egy héber mondat, aztán ígérem a továbbiakban csak magyarul. Azt mondja Éva a vele beszélgető kígyónak, hogy parancsot kapott Istentől, hogy lótok lumimenu, ne egyetek a fáról, ve lótige ubo, és ne is érjetek hozzá. Talán ebből is kitűnik, hogy Éva egy picit radikálisan értelmezte az isteni parancsot, hiszen az örökkévaló csak azt adta parancsba, hogy ne egyenek a fáról, arról szó nem volt, hogy nem lehet hozzáérni sem. A kígyó egy igen ravas stratéga volt. Felmérte azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne ezt az egész isteni tervet valamilyen módon keresztülhúzni, vagy azt a látszatot kell tenni, hogy sikerül keresztülhúzni, és azt mondja Évának, hogy nyugodtan érje hozzá a fához, nem lesz semmi baj. Éva hozzáér a fához, természetesen nem történik semmi, hiszen nem volt rá tilalom, és Éva ezen felbuzdulva eszik, illetve megeteti hites urát is a fának a gyümölcsével, és hát ennek köszönhetően az első emberpár kikerül az édenkertből. Nyilvánvaló a tanulság. Meg kell próbálni az isteni parancsokat, és ez talán a jiddiskeitnek az egész világára kiterjeszthető bölcsesség, úgy megtartani, hogy soha nem túlzások felé elmenni, mert akkor, hogyha ezekbe a túlzásokba beleesünk, akkor annak olyan következménye lehet, hogy a mindenkori édenkertből mindig ki fogunk tudni kerülni. Tekintettel arra, hogy ez az édenkert most egy kicsit nehezebben felfedezhető körülöttünk, ezért egész egyszerűen azt is lehet mondani, hogy csak egy olyan irreális világot teremtünk magunknak, hogyha irreálisan értelmezzük a Tórának a szavait, amiből nem lesz semmiképpen az édenkerthez méltóan gyümölcsöző jelen, illetve gyümölcsöző jövő. És ha már itt vagyunk ezen a gyönyörű színhelyen, amiről legközelebb gondoskodunk, hogy még nagyobb fény áradat töltse meg a helységet akkor, amikor egy kiváló muzeológus nőre kapcsolunk. Üdvözlöm itt alkalmi stúdiónkban Toronyi Zsuzsa muzeológus asszonyt. Mit tud a Brésithez ajánlani, mit talált a múzeumban? A múzeumban rengeteg olyan tárgy van, ami a Brésithez kapcsolódhat, de most egy olyat választottunk, amiben Ádámnak és Évának a vizuális ábrázolása látható. Ez egy Hevra Kadisának a nyilvántartó könyve Várpalotáról, ami... Álljunk meg egy pillanatra, és kérem, hogy magyarázza a néző kedvéért. Én ugyan tudom, hogy mi az a Hevra Kadisa, de hagyd tudják a nézők is. A Hevra Kadisa az tulajdonképpen egy temetkezéssel és mindenféle egyéb jótékonysággal foglalkozó egylet volt. Általában ezek még a hitközségek formális megalakítása előtt is már megalakultak, hiszen olyan szükségleteket láttak el, amelyek nagyon fontosak voltak minden zsidó közösségben, különösen abban a premodern időszakban, amikor egész mások voltak a zsidó közösségeknek az életkeretei. Nagy Kanizsai Hevra Kadisának a nyilvántartó könyve, azért, mert Ádám és Évának az ábrázolása látható a képen, azért ezt választottuk, mert István Ádámról és Éváról beszélt. Persze a mi feladatunk az sokrétű. Egyrészt össze kell gyűjtenünk ezeket az örökségelemeket, másrészt meg kell őriznünk, lehetőség szerint jó kondícióban kell megőriznünk. Mikorra tehető vissza ennek a könyvnek a keletkezése?
Ezt az írása szerint 1837-ben kezdték el írni, persze nem hagyták abba azonnal, hiszen ez évekre szólt egy-egy ilyen jegyzőkönyv. 1837-ben kezdték el, de a múzeumba, a gyűjteménybe csak az 1950-es évekbe került be, akkor, amikor a várpalotai zsidó közösségnek sajnos már nem volt rá szüksége a továbbiakban. Viszont nekünk ezt nem csak megőriznünk kell, és nem csak vigyáznunk erre, hanem meg kell mutatnunk a mi látogatóinknak, és úgy kell megmutatnunk, hogy valami olyan tartalmat közvetítünk mellé, olyan feliratokkal látjuk el, olyan magyarázatokat adunk mellé, amelyek relevánsak lehetnek a zsidó múzeumot látogatók számára. És tulajdonképpen most már tudjuk, hogy várpalotáról származik, tudjuk a dátumot, akkor nézzünk bele, és próbáljuk megfejteni, hogy kik írták ezt, és mi történt Várpalotán. Hát, hogy mi történt Várpalotán, azt nem tudjuk, ugyanis ez nem egy krónika, ez csak egy alapszabály. Akik írták, az nagyon-nagyon szép. Egyrészt visszautalnak az első emberpárra, akik ugye nagyon érdekes, hogy ezt teszik egy Hevra könyvnek a címlapjára, ugyanis ők az emberiség ősei, nem a zsidóknak az ősei, hanem az egész emberiségnek az ősei. Ugye én azt gondolom, hogy egy múzeumban ez különösen nagyon fontos akkor, amikor tágítani akarjuk azt a horizontot, amit mi bemutatunk. Mit tudunk meg az ábrázolásról, hogy vajon akik írták, illetve szerkesztették ezt, milyen grafikai tulajdonsággal léteztek? Hát valószínűleg a Szófer írta, ezt nagyon sok eleméből látjuk, az az ember, aki a közösségnek a tóra tekercseit, a mezuzáit és a tfilényeit is elkészítette, és általában ezekben a viszonylag kicsi közösségekben ők voltak azok, akik minden írásos dokumentumot elkészítettek. Ez látszik az írásképen, nagyon gyakran a rajzokat is. Az is előfordul, hogy megkérnek valakit, hogy segítsen ezt dekorálni, de ez Várpalotán azért nem hiszem, hogy ez lehetett volna a gyakorlat. Ez jóval nagyobb és jóval talán komolyabb közösségekben fordulhatott elő. Itt talán a Szófer maga volt az, aki ezt rajzolta, ugyanis nem minden Hevra könyv illusztrál, tehát ez egy opció, ez egy plusz díszítő elem, és ez nem kötelező kelléke természetesen egy ilyen jegyzőkönyvnek. Hát nem gondolom, hogy ő egy nagyon fejlett grafikus volt, de valószínűleg, és nem is hiszem, hogy nagyon komolyan élő modellek után dolgozott, tehát ez nem egy beállított jelenet, azzal együtt, hogy talán mintha két Évát látnánk a képen. Engem ez egy kicsit mindig megdöbbent, hogy a szimmetria kedvéért megjelenik a kígyó, megjelenik két almafa, és megjelenik két Éva, de a jelenet ugyanaz tulajdonképpen, tehát párhuzamosan mind a kettejük kezében ott van már az alma, amivel majd megtörténik a bűnbeesés. Amit még különösen szeretek ebben a Hevra könyvben, az, hogy akik írják, akik a hitközségnek abban az időszakban az előjárói, ők lövők, cvik, hírsek, és ezt a nevekben rejlő állatalakokat is megjeleníti ez a Hevra könyv, hiszen látunk egy szarvast, ami cvi hírsre utal, és látunk egy oroszlánt is, aki pedig hát egy lővre vagy egy árielre utalhat ebben a Hevra könyvben. Külön érdekessége még ennek a könyvnek, hogy az dátumot azt egy olyan módon jeleníti meg, ami nagy hagyománya volt a zsidó közösségeknek, úgy hívjuk latinos kifejezéssel, hogy kronosztikon. Ez azt jelenti, hogy belefoglalnak a dátumot egy héber idézettel, egy bibliai idézettel adják meg, ahol bizonyos betűket nagyobb tipográfiával szednek, meg is pöttyözik őket, és ezeknek a betűknek a számértékét kapjuk meg a zsidó időszámítás szerinti dátumot az 5000 évnek az elhagyásával, amit egy viszonylag egyszerű egyenlettel át tudunk számolni a polgári időszámításra, és már is tudjuk, hogy 1837-ben kezdték el ezt a könyvet írni. Aztán még sokáig folytatták, hiszen a lapjain, már ahol éppen kedvük volt írni, hogy gyakorlatilag a hitközségnek és a Hevra kadisának a takkanotjai, az alapszabályai olvashatóak. Ez ráadásul tényleg olvasható, mert az általános gyakorlattól eltérően nem héberül írták, illetve csak egy része van héberül, és jelentős része úgy keletkezett, hogy az is értse, aki nem olyan járatos, az akkoriban nem beszélt nyelvként használt héberben, és ez tulajdonképpen németül, azon a német nyelven, amit a zsidó közösségek használtak, akkor írták, de héber betűkkel. Tehát a megfejtése...
Jiddisül, vagy inkább hívjuk Judendeutschnak, tehát ez egy olyan nyelvi rétege a németnek, ami nem annyira távol áll talán a némettől, mint mondjuk Litvániában vagy a keletebbi területeken, hanem ez az a nyelv, amit Magyarországon szinte mindenki beszélt abban az időben, de héber betűkkel írták le. Rabbi úr, mit szól ehhez a nem mindennapi hevrakadis emlékhez? Gyönyörű maga a könyv, meg egy nagyon érdekes kordokumentum, és ha már egy kis tanulással kezdtük, akkor fejezzük be talán tanulással is. Annak idején a hevrakadisáknak voltak különböző bevételi forrásaik. És hát az volt a sajátosság ennek a zsidó életnek, hogy a hevrakadis az még az év végén nyereségesnek is bizonyult. A nyerességet azt vissza kellett forgatni a zsidó életbe, és nem véletlenül talán az oktatásra kellett fordítani a hevrakadisának a nyerességét. Ilyen módon a halál, azaz a temetkezés, és az élet, azaz az oktatás, azok összekapcsolódtak egymással, és a hevrakadis ezáltal mindig is a zsidó élet folytonosságának a lehetőségét hordozta magában. Aki a rabbi úr bölcseleteit szeretné hallani, hol és hány órakor teheti mindezt? A legnagyobb szeretettel várunk mindenkit az Orzse zsinagógájában péntek este 5 órakor, amikor tanulunk, illetve 6 órától, amikor szombatfogadás van. És akik úgy érzik, hogy muszáj, hogy ellátogassanak abban a múzeumban, ahol ezt a nagyon kedves múzeumológus asszonyt szintén élőben viszont láthatják, és magyarázatait meghallhatják, hova kell, hogy elfáradjanak? A Dohány utcai zsinagóga mellett áll 1931 óta a zsidó múzeum, és azt gondolom, hogy most már a külsején is látszik, hogy itt egy múzeum működik, ahol szombat kivételével minden nap 10 és változó zárási időpont között várjuk a látogatókat. Ezzel azt akarja mondani az igazgató asszony, hogy már a múzeum porát is lesöpörték? A múzeum porát folyamatosan söpörgetjük, van ebből persze olyan por, amit nem szeretnénk lesöpörni, mert emlékek fűződnek hozzá, de igyekszünk megújulni, és igyekszünk ezeket a tárgyakat, amik jelentésteli tárgyak, egy picit új kontextusban, felfrissített megjelenésben bemutatni a közeljövőben. Miközben itt beszélgetünk, talált a könyvbe egy lapot. Megmutatja nekünk, mi az? Az Országos Bikur-Holin Betegeket Gyámolító Egyesületnek a nyugtáját találtam meg, hiszen a hevrakadisák ugyan önállóan működtek a hitközségeknél, de volt egy országos egyesület, ami gyakorlatilag mindenhol segítette a betegeket. Elsődleges feladatuk az volt, hogy a közkórházakban fekvő betegeknek jutassanak látogatást, vizitet, ugye a Bikur-Holin maga a beteglátogatást jelenti, másrészt ők biztosították a kóser ellátását is a közkórházakban fekvő betegeknek, és ebből a nyugtából tudjuk, ez egy 1939-es nyugta, hogy a várpalotai közösség tagja volt a várpalotai hevrakadisa, akik 1837 óta vezették ezt a gyönyörű könyvet, tagja volt ennek az országos egyesületnek, támogatta a bevételeiből nem csak az oktatást, egyébként azért lapozgattam, hogy megtalálja, mert benne szokott lenni az az oldal is, ami a számadásoknak és a költségvetésnek az oldala, ebben a hevrakönyvben ez nem található, ebben csak az alapszabályok és amit hogyan kell csinálni található, de valószínűleg megtalálnánk azt a pontot is, hogy mi a pénzkezelés módja és mit tesznek a maradékkal, a nyerességgel, hiszen nyereség biztos, hogy keletkezett, mert a hevrakadisát támogatni az olyan alapvető szükséglet volt, és olyan elvárt követelmény volt mindenkivel szemben, hogy gyakorlatilag nem lehetett méltó tagja egy zsidó közösségnek az, aki távol tartotta magát valamilyen formában a hevrakadisának a működésétől. Elmúlt percekben hallhattunk a Brésitről, hallhattunk a hevrakadisáról, és ismétlésünkkor tegyék fel önmaguknak azokat a kérdéseket, hogy mi is az a hevrakadisa, mi is az a Bikur-Holin, és mi is az a szombat. Mindenre műsorunk választ ad önöknek. Köszönöm, hogy velünk voltak. Shabbat shalom, azaz jó szombatot! Tamás a BZH és a Mazsi, a BZH elnöke és a Mazsi Hisz alelnöke. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt, üdvözlöm a nézőket, főszerkesztőt is! Kedves nézőim, rendkívüli esemény Szent Anna-i lehetünk ma a kora esti órákban a Jeruzsálem téren, ami
a régi IFI park előtt van, azaz a Várkert bazár előtt, a Lánchíd Budapest emblematikus építménye ma kékfehérbe öltözik az Izraelben történt terrortámadás következményében. Minden civil és nem civil zsidó szervezet erre az eseményre benevezett és részt vesz. Közöttük természetesen a Mazsihisz vezetősége és tagjai is ott lesznek. Mit kell tudnunk, kezdtek-e imádkozni a zsinagógákban az izraeli áldozatokért? Ez magától értetődő természetesen. Mikor, első pillanattól kezdve. Mikor hallott az eseményről a zsinagógába? Valaki jött és elmondta? Így van. Ott hallottam először én is, megdöbbenve, és ott szembesültünk ezzel a borzalmas hírrel. Mi újság a BZH, főleg ön a BZH-ért felel, az egyházi szolgáltatások, tehát a rabbikar és a civil vezetés hogy áll össze napjainkban? Hát ez ugye inkább a Mazsihisznek a témája, a rabbi testület a Mazsihiszhez tartozik, úgymond. Az, hogy Budapesten teljesít a több rabbi szolgálatot, az már más lapra tartozik, de hát nyilván ez egy cég. Én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat a kiegyezés útján. Én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. Természetesen még erősíteni kell, de több rabbi visszatért a rabbi testületbe, és azon vagyunk, hogy még akik eddig még ezt nem tették meg, ők is visszatérjenek, és akkor azt gondolom, hogy együtt lehet dolgozni egy nyugodt körülmények között, hogy mind a két fél megtalálja a számítását. Hiszen egy egyház vagyunk, nekünk ez a célunk, tehát nincs is más lehetőségünk. Visszamenőleg soha nem szoktam érdeklődni, de vajon az ünnepek alatt Budapest összes zsinagógája működött-e? Így van, működött. Tehát mindenhol én volt sátor? Úgy tudom, hogy működött, igen. Sőt, az iskolába, óvodába, kórházba, mindenhol volt sátor. Mik a jövőbeni terveik? Ma Izraelben az iskolák nem nyitnak ki. Feltételezhető, hogy a hírek nyomán ma az iskolákba, óvodákba és az egyetemi előadótermekbe azzal fogják kezdeni a napot, hogy megemlékeznek az elmúlt napok eseményeiről, amik még mindig folytatódnak, hisz a Közel-Keleten egy háború van. Pontosan, egy háború van, ez nem terrorcselekmény, ahogy sokan apostrofálják, azt gondolom, hanem ez egy háború, sajnos. Én nagyon remélem, hogy így fogják kezdeni a hetet. Tegnap még későn üléseztünk, és újra üzembe helyeztük a Covid járvány alatt létrehozott krízis központunkat. Ma reggel már egy hotline telefonszámmal fogunk rendelkezésre állni a hazánkban rekedt izraeli turisták megsegítésére. Itt elsődlegesen szálláshely biztosítása, illetve kóser étkezés biztosítását tűztük ki célul, és hogy megpróbáljunk segíteni nekik. Ezen kívül még a mai napon vagy a napokban elindítunk egy adománygyűjtést, ahova a Mazsihisz és a BZH egy jelentős összeget fog elhelyezni, reményeim szerint, és várjuk minden jó érzésű embernek vagy intézménynek a felajánlását, amit megfelelő helyre fogunk eljuttatni. Ezen kívül mi is szervezünk a heti tévénézői az elsők, akik a médiumból értesülhetnek. Szerdán 18 órától egy szolidaritási istentiszteletet a Dohány zsinagógába. Úgyhogy így pillanatnyilag hirtelennyiben ennyit. Oda várnak zsidókat és nem zsidókat egyáltalán? Egyaránt mindenkit várunk, így van. Sok tehát szerda este 18 órai kezdettel szolidaritási istentisztelet a Dohány utcai zsinagógába. Igen, így. Értem. Na most, mi történik a magyar zsidóság, illetve a BZH biztonsági helyzetével, hisz alvó sejtek szerte Európába ilyenkor fölélednek. Kell-e vigyázni, kell-e másképp viselkedni ilyen időkben? Abszolút. Indokolt a kérdés. Már az ünnepek alatt, mikor tudomásunkra jutott ez a sajnálatos esemény, a biztonsági szintet megemelték, a védelmi szintet, megerősítették a védelmeket a zsinagógákban, zsinagógák előtt, illetve az intézményeknél is, úgyhogy folyamatosan konzultálnak a biztonsági szervekkel, hazaival is, külföldiekkel is, állandó információ áramlás van, úgyhogy próbáljuk nyomon követni a dolgokat, eddig lekopogom, nincs jele
bármiféle olyan cselekedetnek, ami aggodalomra adna okot, de ébernek kell lenni. Tehát az tény. Az olyan rendezvények, amik előre be voltak harangozva, akár a Rumbakba, akár Özbudapest területén, a zsinagógákba és kulturális intézményekbe, megtartásra kerülnek-e? Ez jó kérdés, ez még nem merült föl, de én azt gondolom, hogy ezt át kell gondolni. Tehát ilyen gyász időszakában ezt át kell gondolni, hogy mit tartunk meg és mit nem. Az oktatás a BZH által felügyelt intézményekben, ha jól értem, megkezdődött. Meg. Ott biztonsági szempontokat megerősítik-e, ugyanúgy, mint... Teljesen egyértelmű, hogy igen. Tehát a szülők nyugodtak lehetnek, gyerekek biztos helyen vannak. Igyekszünk. Jó, azt mondja még el nekem, hogy a magyar gazdasági helyzet, a szomszédos háború, problémák vannak. Mégis mi az, amire önöknek azonnal szükségük lenne? Hát ez egy jó kérdés. Sok mind, ez most a jelen eseményektől függetlenül elsődlegesen pénzre lenne szükségünk, ha már itt tartunk. Tudnélik, rengeteg olyan projektünk van, aminek itt utalhatnék a kórházunknak a felújításának a befejezésére, de itt ugyanígy szóba jöhet az Orzsénak a felújítása, ami már nem tűr haladás. A Szabiképző Zsidó Egyetem. Igen, de említhetném az újpesti szeretett otthonunkat, ami azt gondolom, hogy méltatlan körülmények között vannak jelen pillanatban ott elhelyezve az idős emberek. Úgyhogy pénz, ahogy szokták mondani, saját forrásaimból igyekszünk felújításokat végezni, állagmegóvásokat, de ilyen nagyszabású beruházásokat saját erőből nem tudunk. Aminap megjelent egy hirdetés, mégpedig a Kozma utcai zsidó temetőnek a ravatal az előtti parkolójára, majd utána a hirdetés illakerek megszűnt a honlapjukról. Mi ennek az oka? Ilyen gyorsan találtak vállalkozót, vagy jobban átgondolják az eseményt? Nem tudom ennek az okát. Ez tény, hogy már az idei költségvetésben meghatároztunk egy jelentősebb összeget a temetőnek, a aktuális munkáinak az elvégzésére. Ugye az is ide sorolhatnám még visszacsatolva az előbbi kérdésre, a ravatalozó és a temetőnek a rendezése, hát ugye ott nincs annyi pénz, amit nem tudnánk elkölteni. Tehát meghatároztunk egy összeget az idei költségvetésből, annak tervszerűen megkezdődött a felhasználása. Most itt ez a parkoló felújítás van terítéken. Nem tudom, mi lett az oka, hogy lekerült. Lehet, hogy már megvan a nyertes pályázó, és akkor bele... Értem, de hát itt nem csak arról van szó, hogy lebetonozni valami nem. Simára. Szó itt sincs róla. Közművek vannak. Persze, és... sőt, nem csak beton, hanem pont beszéltünk róla, hogy ott egy ilyen fák, bokrok, tehát valami kultúrát, kinézetet kell biztosítani. Tehát nem csak egy kiöntenek betont. És a kormány milliárdokat elköltött az elmúlt két évben temető felújításra. Pénzhiányában ezek most megakadtak. Van-e keretük erre, hogy ezeket a temető felújításokat folytassák? Valamennyi keretünk értelemszerűen van, tehát saját forrásból tudunk biztosítani, de az édes kevés. Tehát nem várható, hogy a temetők még kulturáltabb körülmények között fogadják az imádkozókat, illetve a látogatókat? Hát mi igyekszünk azért ennek érdekében mindent megtenni, hogy amit saját erőből biztosítani tudunk. Azért ott most ha a Kozma utcáról beszélünk specifikusan, akkor azért ott folynak munkálatok. Van, akinek a megelégedésére, van, aki kevésbé díjazta, hogy ott a zöld felület, ott a hátsó parcellákban, nem tudom, hogy jártak-e, megtisztításra került. Próbálunk, amit saját erőből tudunk, ott az első részen aszfaltoztunk, ami már járhatatlan volt és vállalhatatlan is. Úgyhogy most a kerítés volt soron, ezek súlyos milliókról beszélünk, és igyekszünk mindent figyelembe véve jó ügyekére. A közel 1600 temetőből mennyi az önöké? Hát ezzel most megfogott, nem tudok számszerű adatot mondani. Sok, nagyon sok. Okay. És van olyan is, ami még arra vár, hogy feltárás le, itt Budapest környékén is, a külső kerületekben, ugye ami Ajdanán nem tartozott Budapesthez, de jelen pillanatban igen, ami jelen pillanatban erdőként funkcionál, vagy van elhagyatott erdőként
ebbe is teszünk lépéseket. Mielőbb visszavárjuk, hogy az önhöz tartozó ifjúsági szervezetekről és aktivitásról beszélgessünk. Ennyi fért bele mai műsorunkba, mai beszélgetésünkbe. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Mester Tamás, a BZH és a Mazsi Hisz elnöke volt stúdiónk vendége. Ne felejtsék, ma a kora esti órákban Jeruzsálem téren, a Lánchíd mellett, ami kék-fehér fénybe az izraeli nemzeti színben fog emlékeztetni a borzalmas eseményekre, amik történtek a hétvégén az ünnepek alatt. Szerdán viszont este 6 órakor a Dohány utcában Isten tisztelet lesz az áldozatok emlékére. Zsidókat és nem zsidókat egyöntetően várják, a férfiakat csak arra kérjük, hogy legyen sapka a fejükön, a nők meg, hogy szolidan öltözködjenek. Köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm, hogy itt lettünk. Előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk. Tisztelt országgyűlési alelnök úr, tisztelt nagykövet úr, nagykövet urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy sajátos helyzetben állunk itt, hiszen valóban, amikor erre a konferenciára meghívást kaptunk, beleértve külföldi vendégeinket is, akkor még nem tudtuk, hogy sokan lesznek, főleg az Izraelből érkezők közül, lett volna az izraeli kormánynak is tagja jelen, akik azért, ami az elmúlt napokban történt, nyilvánvalóan kénytelenek az utazást lemondani. Ez azonban valóban ennek a konferenciának az aktualitását nemhogy nem kérdőjelezi meg, hanem csak még inkább időszerűvé teszi, hiszen barátokra elsősorban bajban van szükség, és az is bajban mutatkozik meg, hogy ki az igazi barát. És látjuk azt, hogy Izrael rendkívül nehéz helyzetbe került az elmúlt napokban, éppen ezért a magyar állam vezetése már megtette azt, amit én is csak megerősíteni tudok, hogy teljes mértékben támogatjuk Izraelt abban a harcban, amit saját területi szuverenitásáért, saját biztonságáért, önvédelemhez való jogáért folytat. Tegnap a magyar államelnök is beszélt az izraeli elnökkel, és a magyar miniszterelnök is üzenetet küldött az izraeli miniszterelnöknek, és azt tudjuk csak mondani, hogy elborzadva néztük azokat a képeket és videókat, amely a szombati támadásról és azóta is tartó támadásról nem egyszerűen csak behatoltak terroristák Izrael területére, hanem családokat és gyermekeket írtottak ki, illetve raboltak el és tartanak most is dúszként fogva. Ezért az első, amit Izraelnek kívánhatunk, hogy ebben a helyzetben a lehető leghamarabb szerezze vissza a teljes uralmat Izrael állam területe felett, és teremtse meg azokat a biztonsági garanciákat is, amely ahhoz szükséges, hogy ez a helyzet semmiféleképpen ne ismétlődjön meg. Egy 75 éves államról beszélünk, Izrael idén ünnepelte államiságának 75. évfordulóját. Tudjuk azt, hogy Magyarország az elsők közt volt, aki elismerte Izrael államot, majd azt is tudjuk, hogy utána a kommunizmus időszakában évtizedeken keresztül az államközi kapcsolatok szüneteltek, de a rendszerváltoztást követően az állami kapcsolatfelvétel gyors és sikeres volt, és azóta évről évre, évtizedről évtizedre ezek a kapcsolatok egyre szorosabbá váltak. És valóban még azt is tegyük hozzá, hogy a magyar jobboldalon is az elmúlt bő évtizedben kialakult egy erős szimpátia az iránt, az Izrael iránt, amely nem csupán egy új országot épített fel az elmúlt 7,5 évtizedben. Rendkívül nehéz körülmények között, rendkívül nagy áldozatok árán folyamatos fenyegetettséggel szembenézve, hanem amely a legalapvetőbb emberi értékeket ugyanúgy őrzi és fontosnak tartja, mint ahogy azt közép-európa országai teszik az Európai Unión belül, sokszor egyéb Törökország, Egyiptom, Törökország, majd akár Európa felé is vehetik az irányt. Azt is látjuk, hogy a gázai övezetben vannak, azok között sok a terrorista, és azt is tudjuk a 2015-ös migrációs válság óta, hogy azzal, hogy Európa nem képes a mai napig sem kimondani, és különösen végrehajtani, hogy a külső határaink, a schengeni külső határaink védelme elengedhetetlenül szükséges,
és nem csupán ezzel azt, nem csupán azt veszélyezteti, hogy a belső határmentes terület nem fenntartható, hogy a Schengenen belüli egységes térség kerül veszélybe, hanem azt is, hogy terroristák is érkezhetnek Európába. Tehát mindannak, ami most történik, Európa számára az a nagyon fontos üzenete van, hogy a külső határvédelem nem lehet egy vitatott kérdés, sőt, nem lehet csupán politikai jelszó, hanem valóban egy számon kérhető és végrehajtandó feladat minden olyan országnak, akik Schengeni külső határzónát kell, hogy védelmezzenek. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a jelenlegi konfliktusnak Európára nézve is lehet tragikus következménye, mert senki nem lehet olyan naív, látva különösen azt, hogy Nyugat-Európa számtalan országában az elmúlt napokban olyan hangokat hallhattunk, amelyeket 45 óta nem nagyon, hiszen az oda betelepült migránsok egy jó része üdvözölte azt, ami Izraelben történt. Egy ilyen helyzetben sokan gondolhatják azt, hogy ha menekülni kell Gázából, akkor Európa, a terroristák közül is, akkor Európa felé vehetik az irányt. Tehát miközben maximális szolidaritásunkról biztosítjuk Izraelt, miközben azt kívánjuk, hogy Izrael ne csupán a saját területei feletti rendelkezési jogot szerezze vissza, hanem minden olyan biztonsági garanciára is tegyen szert, ami ahhoz szükséges, hogy hasonlóan bestiális támadás ne történhessen meg. Aközben azt is látni kell, hogy ha Európa a saját biztonsági érdekeire nincs tekintettel, akkor ennek a konfliktusban átéltekhez hasonlóan újabb emberi életveszteségeket szenvedhet el. Nyilvánvaló az is, hogy a jelenlegi helyzetnek komoly kihatása lesz a Közel-Keletre. Látjuk azt, hogy nem elég csupán a terroristákkal leszámolni, hanem azt is világossá kell tenni, hogy a terrorizmus támogatása megengedhetetlen, és az elmúlt hónapokban és években nem volt mindig világos, és ebből a szempontból talán az amerikai diplomáciának is önvizsgálatot kell tartani, hogy ki a barát és ki az ellenfél. Az az egyértelmű politikai vonalvezetés, amely a korábbi republikánus adminisztráció időszakában Trump elnök alatt megvalósult, az nem mindig volt követhető, vagy egyáltalán nem folytatta a jelenlegi adminisztráció, és ennek olyan megállapodások is következményei lehettek, amelyek akár terrorizmus támogató országot vagy országokat is erősíthettek. De valóban a jelenlegi helyzetben az összefogás a legfontosabb, és az összefogás az azt jelenti, hogy Izrael mögötti koalíciónak kellően erősnek kell lennie, az Izraelt támogató országoknak világosan és egyértelműen kell állást foglalni, és minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy egy a nemzetközi jog által most már 7,5-szer elismert állam továbbra is fennmaradhasson, és az életét biztonságban élhesse. Magyarország elkötelezett ennek érdekében, Magyarország nagyon büszke arra, hogy speciális kapcsolatai vannak Izrael állammal, hiszen a Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége valóban itt él Budapesten, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy valóban itt a legnagyobb biztonságban, saját kultúrájuknak, hitüknek megfelelően élhet a magyar zsidóság, és a jelenlegi helyzetben ezt is a minden körülmények között megőrzendő értékek közé kell sorolni. Ahogy azt is tudjuk, hogy mintegy 300 000 magyar származású zsidó él Izraelben, akikért külön is aggódunk, és azt reméljük, hogy a következő napokban és hónapokban az izraeli állam képes lesz saját biztonsága mellett az ő biztonságukat is szavatolni. Ebben a helyzetben tehát csak azt tudjuk mondani, hogy együtt érzünk az áldozatokkal, együtt érzünk azokkal, akik az elmúlt napokban pótolhatatlan veszteséget szenvedtek el, és a magyar állam korlátlan szolidaritásáról biztosítja Izraelt. Köszönöm a figyelmet. Elnök úr, egy nem mindennapos konferencián vagyunk túl, amikor ezekben a percekben is Izrael életéért küzd, addig Magyarország újból bebizonyította, hogy Izrael a Közel-Kelet egyik legjobb partnere. Mit tud mondani erről a konferenciáról? Milyen érzés, amikor a magyar kormány nagykövetek, akik akkreditálva vannak Magyarországra, együtt éreznek a zsidó állammal? Én úgy gondolom, hogy ez szimbolikus jellegű tanácsközés és szimbolikus jellegű esemény is, hiszen akkor, amikor embereket ölnek, emberek százait ölnek, sebesültek ezrei vannak Izraelben, a Szentföldön, egy olyan támadás következtében, amely Izraelt váratlanul érintette, hiszen semmi nem
indokolta jelen pillanatban az, hogy főleg a polgári lakosság szenvedjen. Ez mindenképpen fontos esemény, és fontos esemény azért is, mert olyan megszólalások vannak izraeli és magyar részről, amely azt támasztják alá, hogy az antihumánumnak nem szabad győzni, nem szabad tortűrni Izrael népén. Nem feltételezi az elnök úr, hogy a Hamász és a különböző terrorszervezetek megijedtek a további békeszerződések előrehaladásától? Lehet ez is, de abban a szituációban, ami Izraelben nap mint nap van, abban a politikai szituációban, amiben Izrael lakossága él, én úgy gondolom, hogy minden nap megtörténhet egy ilyen esemény, minden nap kirobbanhat egy ilyen háború, amire fel kell készülni, mind Izrael kormányának és népének, mind pedig a nemzetközi közösségnek, és a nemzetközi közösségnek egyként kell kiállni, főleg Európában az Izrael állama mellett, mert ez nem csak lokális jelentőségű, tehát nem csak Izraelt érinti, hanem a világbékét érinti, és főleg Európa nyugalmát és békéjét. Elnök úr, ha megengedi, akkor kérdezem önt, mint egy orvost, aki orvosi esküt tett. Az izraeli orvosok egy ilyen terrortámadás után is, hogy terrorista még él, akkor küzdenek az életéért. Vajon a palesztin nemzeti hatóság, avagy Gáza városában található orvosok, kiknek nagy részük Magyarországon tanult, nem ugyanezt az esküt tették le, és most, amikor százával vannak izraeli öregek, idős emberek, gyerekek, lányok, asszonyok tuszként ott, hogy megfelelő orvosi ellátást kapjanak? Mindannyian egyre esküszünk fel, a hippokratici esküvel, az emberek szolgálatára, az emberek egészségének és biztonságának a szolgálatára. Legyen ez palesztin származású, legyen ez zsidó, vagy bármilyen más nemzetiségű orvos, mindig a humánumot és mindig az orvosi esküt kell elsősorban figyelembe venni, úgy, ahogy az izraeli orvosok figyelembe veszik, ez várható el a palesztin területen dolgozó orvosoktól. Aki ezt nem tartja be, az nem a hazaszeretetnek ad szolgálatot és tesz szolgálatot, hanem az emberiség elleni bűnt követel, hisz emberek vagyunk mindannyian. Ezt mutatják az izraeli kórházakban mutatott orvosi tevékenységek, egészségügyi tevékenység. Ez kell, hogy a gázai területen a zsidó elrabolt emberek és sérült emberek iránti tevékenység és azok kapcsolatos tevékenység ugyanezben a szellemben kellene, hogy történjen. Remélem, hogy ez így történik, és azok az orvosok, akiknek többsége vagy jelentős része Magyarországon és más európai országokban szerezte diplomáját, figyelembe veszik, és nem felejtik el, hogy mire tanították őket itt a civilizált világban. Elnök úr, Európa szerte a terrorizmust éltetve tüntetnek az emberek. Vajon nem lenne itt az ideje, hogy magyarországi összes zsidó felekezet és Izraellel és a zsidókkal szimpatizáns emberek tüntessenek Izrael békéjéért? Én úgy gondolom, hogy ez fog történni, így gondolják a magyarországi zsidó felekezetek, ezért ma este 6:30-kor félretéve a nézetkülönbségeket egy közös imán fogunk részt venni a Lánchíd budai részén a Jeruzsálem parkban a Habat kezdeményezésére. Nyitottak voltunk ebben az irányban, és remélem, hogy nyitottak lesznek ők is. Szerdán este 6 órára hirdettünk a Dohány utcai zsinagógába egy szimpátia megemlékezést többek között Izraellel, és többek között imád fogunk mondani az áldozatokért is. Kedves nézőim és hallgatóim, dr. Grosz Andort, a Mazsihisz elnökét és a Páva utcai Múzeum és Dokumentációs Központ elnökét látták és hallották. Köszönöm szépen. Nem csupán diplomataként, de magyarként is büszkeséggel tölt el, hogy erre az eseményre ma sor kerülhet Budapesten. Itt, ahol az Izrael melletti kiállás ma már természetesnek számít. Számunkra Izrael egy sikeres nemzet példája,
hiszen számarányukat meghaladva járultak hozzá Magyarország, Európa és az egész világ gazdasági, kulturális és tudományos eredményeihez. Bátor és összetartó közösségeik pedig tiszteletet érdemelnek. Büszkék vagyunk Izrael barátságára. A mai napon a Magyarország és Izrael közötti kapcsolatok fejlődéséről, lehetőségeiről és eddigi jó gyakorlatáról kellene beszélnünk. Sajnos azonban egy szomorú és nagyon súlyos incidens árnyékolja be ezt az alkalmat, amelyet az egész világ aggodalommal figyel. A Hamász Izrael ellen elkövetett barbár terrortámadásai sok száz ártatlan életet követeltek. A harcok azóta sem szűntek meg. Mindannyian gyászolunk. Ezért elsőként az eseményekről és azok ránk gyakorolt hatásáról kell beszélnünk. Szijjártó Péter miniszter az elsők között a leghatározottabban ítélte el a brutális támadást és fejezte ki együttérzését az izraeli népet ért veszteségek miatt. Eli Cohen külügyminiszter pedig arról biztosította, hogy Magyarország Izrael mellett áll ezekben a nehéz órákban, napokban. Minden gyakorlati és elvi támogatást megadunk Izraelnek ebben a nehéz helyzetben. A legfőbb üzenetünk az ehhez hasonló terror minden körülmények között elfogadhatatlan, megmagyarázhatatlan. Izraelnek minden joga megvan az önvédelemhez, állampolgárai és területe megvédéséhez. A hétvégén az Európai Unió is kiadott egy nyilatkozatot, amelynek a szövegezésénél ügyeltünk arra, hogy ez a szempont is érvényesüljön. Izraelnek minden joga megvan arra, hogy megvédje a területét és a társadalmát, az állampolgárokat evakuálnunk, kimenekítenünk a Magyar Honvédség légierejének két repülőgépével. Diplomatáink folyamatosan kapcsolatban vannak velük, amíg Izraelben tartózkodó konzuli segítséget kért magyar állampolgárokkal. Illetve Gázában is vannak, közülük 12 fővel vagyunk kapcsolatban, az ő kimenekítésük nemzetközi szervezetek segítségével valósulhat meg. A terror mögött a Közel-Kelet népeinek elidegenítése, a béke perspektívájának ellehetetlenítése, a pusztítás kultúrája. Izrael és az arab országok közötti béke és biztonság lehetősége. Az Ábrahám megállapodások sikeressége félelmet keltett a terrorszervezetek hívei körében. Az eredmény mindkét oldalon ártatlan életek elvétele, tönkretétele, a konfliktus békés rendezése sajnos hosszú időre úgy néz ki elérhetetlenné vált. Izrael ma háborúban áll, egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe, de szilárd meggyőződésünk, hogy a terrort és a gyűlöletet legyőzve, az összetartás erejével győzni fog a fennmaradásért vívott harcban. Magyar részről úgy gondoljuk, a jelenlegi helyzetben a nemzetközi közösség legfontosabb feladata a további eszkaláció megakadályozása, és ehhez a régió minden országának felelősségteljes hozzáállása szükséges. Elképzelhetetlen pusztítást jelentene, ha a konfliktusba újabb országok kapcsolódnának be, és ezzel regionális háborút generálnának. Ma már nem csak a Közel-Kelet, hanem Európa is a terror veszélyével néz szembe. Az illegális migráció veszélyei közül ez a legfájóbb, amivel Nyugat-Európának rendszeresen meg kell küzdenie. Az illegális migráció jelentette nyomás, meg sokszorozódna a konfliktus eszkalációja és humanitárius katasztrófa esetén. Bár nehéz ezekben a napokban a békés egymás mellett élésről beszélni, hiszünk abban, hogy az újabb pusztító háború megelőzhető, és az Ábrahám megállapodások alapján a közeljövőben ismét lehetőség lesz a közös alapokon való tárgyalásokra. Szijjártó Péter megkért, hogy mondjam el, mennyire fontos neki politikailag és érzelmileg is az Ábrahám megállapodásoknak az elindítása. Ő volt az egyedüli európai külügyminiszter, aki jelen volt 3 évvel ezelőtt az aláíráson Washingtonban. És még az előző gondolatokhoz hozzá szeretném tenni, hogy amikor a megbékélésről és a békés egymás mellett élésről beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy Nyugat-Európa és a világ számos városában a hétvégén elfogadhatatlan, borzasztó, hangnemű és tartalmú felvonulások zajlottak. Antiszemita megjegyzésekkel, skandálással. Ez mutatja, hogy micsoda veszélyt jelent ez a fajta migráció kontroll nélkül, a kultúrák egymás mellett élésének a megkérdőjelezése és az integráció teljes elbukása.
A szomorú események mellett azonban szeretnék szólni az izraeli-magyar barátság gyökereiről is, hiszen ezért is vagyunk ma itt. Kapcsolataink dinamikusan fejlődtek. 2017-ben új fejezet nyílt a magyar-izraeli kapcsolatokban. Hiszen közel 30 év után, a rendszerváltás óta először látogatott Magyarországra izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu személyében. 2018. júliusában Orbán Viktor miniszterelnök viszonozta ezt a látogatást Izraelben. Az együttműködés akkoriban még nem volt magától értetődő, ilyen mélységben. De a szilárd politikai elhatározásnak és a nyitott kommunikációs csatornáknak köszönhetően egyre több területe terjedt ki. Izrael melletti elkötelezettségünk jeleként 2019-ben Magyarország első EU tagállamként nyitott diplomáciai státusszal rendelkező kereskedelmi irodát Jeruzsálemben, amely a nagykövetségünk részét képezi. Kapcsolataink a kereskedelem és gazdaság területén is kiemelkedően jók, Izrael hazánk első számú kereskedelmi partnere a térségben. Nagy számban vannak jelen Magyarországon az izraeli vállalatok, és nem csak izraeli tőke áramlik Magyarország felé, de a közelmúltban a magyar tőke kihelyezésre is találtunk már szép példát. A nemzeti szuverenitást helyezi a középpontba. Ez sok esetben a nemzetközi platformokon is megnyilvánul. A nemzetközi intézményekben időről időre előfordul, hogy elvitatják Izrael önvédelemhez való jogát. De Magyarország kiállására biztosan számíthat Izrael. Számtalan alkalom volt, amikor az ENSZ-ben vagy az Európai Unióban Magyarország javaslatára, Magyarország ellenkezése miatt sikerült megelőzni olyan szövegek elfogadását, amelyek kiegyensúlyozatlanok voltak, és egyértelműen elítélték Izraelt. Nem tehetünk ugyanis egyenlőségjelet az Izrael ellen elkövetett terrorcselekmények és az izraeli emberek biztonságának megvédése közé. A jövőben is fel fogunk szólalni az egyoldalúan torzító megnyilvánulásokkal szemben. Szeretném kiemelni azt a munkát továbbá, amit Magyarország az antiszemitizmus elleni küzdelemben végzett és végez jelenleg is. Számunkra ez nem üres politikai szólam, hiszen hazánkban él Európa harmadik legnagyobb, illetve Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége. A magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, és teljes mértékben elkötelezett a Magyarországon élő zsidó közösség biztonságának garantálása mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalmi környezet szempontjából európai viszonylatban hazánk az egyik legbiztonságosabb hely a zsidóság számára, úgy egyénileg, mint közösségi téren. És ugyanez igaz a szerencsére egyre nagyobb létszámban hazánkba látogató izraeli vendégekre is. Magyarország a béke szigete. Megtisztelő volt, hogy 2019-ben mi adhattunk otthon a Makkabi játékoknak. Magyarország azonban nem csak a hazai zsidó közösséget becsüli meg, de nagyra tartja az Izraelben élő magyar származású, illetve magyar ajkú diaszpórát is, amely aktívan hozzájárul a két ország közötti kulturális, gazdasági és politikai együttműködéshez. Magyarország a világ közvéleménye előtt is számtalanszor világossá tette elkötelezettségét a hagyományos európai értékek megőrzése mellett, amely a keresztény és zsidó gyökerekből táplálkozik. Európán sajnos egyre jobban elhatalmasodik a szekularizáció, sokaknak kimondott célja megszabadulni a nemzeti és vallási örökségünktől. Egyfajta posztnemzeti, posztkeresztény, posztvallásos Európát akarnak. Mi azonban büszkék vagyunk zsidó-keresztény vallási alapjainkra, értékeinkre. Úgy gondoljuk, hogy a hagyományaink nélkül kiüresednek értékeink, elveszik az általunk ismert Európa. Ha megengedjük azt, hogy Európa kulturális alapzatát kicseréljék, akkor a jövőt mások fogják megírni helyettünk. Végezetül szeretnék kitérni az Európai Unió és Izrael kapcsolatait illetően arra, hogy Magyarország jól ismeri a brüsszeli politikai környezetet, ezért is támogatja Izraelt folyamatosan az EU intézményeiben. Mindig kiállunk a kiegyensúlyozott megközelítés mellett, és igyekszünk felhívni a figyelmet a kölcsönös tisztelet fontosságára. Érzékeljük, hogy a régió stabilitása szorosan összefügg az európai stabilitással, a migrációs helyzettel és közvetve a gazdasági helyzettel. Megtiszteltetés ezt képviselni, még olyan nehéz időkben is, amelyen most Izrael keresztül megy.
Engedjék meg, hogy egy az izraeli himnuszból származó idézettel zárjam ezt a hozzászólást. Még nem veszett el reményünk, 2000 év reménye, szabad nemzetként élni hazánkban. Ezt kívánom Izraelnek, egy szabad és biztonságos jövőt a mielőbbi megbékélés reményében. Köszönöm figyelmüket, és tartalmas konferenciát kívánok mindenkinek.